amikor visszajöttünk a szállásunkra, akkor a feleségem meglepődve kérdezi tőlem, hogy én rendeztem ezt így? Mondom, nem. Hát, furcsa volt. Kicsit furcsa volt, igen, számára, és nagyon érdekes, hogy ez egy panzió, és háromcsillagos panzió. És mégis bejöttek takarítani. Tehát amíg mi elmentünk bolhapiacozni, addig ők bejöttek, és kitakarították a szobánkat, és hát mi nem így hagytuk, hát nyilván nem volt azért nagyon rendezetlen, de azért nem így hagytuk itt az ágyunkat. Ugye vannak saját párnáink, mi ehhez szoktunk hozzá, a feleségemnek ugye a csípője nagyon fáj, ezért van egy spéci párnája is, és mindent összehajtogattak, és elrendeztek, és kicserélték a törölközőinket is. Tehát döbbenetes. Na és az a poén, hogy a feleségemnek tettek új kis csokit, mert ő megette a welcome csokiját. Én nem ettem meg, és én nem kaptam újat, úgyhogy mondta is, hogy milyen buta voltam, hogy nem ettem meg, mert akkor kaptam volna. Hát ha tudom, akkor én is elfogyasztom, de hát nem erről van szó. Úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek ezen a szálláson, le a kalappal. Tehát mondhatom azt, hogy ez a szállások etalonja. Tehát ilyennel én még nem találkoztam. Nyilván van az a szint a 4-5 csillagos szállodák, ahol ez szinte természetes, de azért ebben a kategóriában azt gondolom, hogy ez nem elvárható, viszont nagyon-nagyon korrekt. Tehát nagyon-nagyon nagy a tisztaság, ezt a reggelinél is ezt tapasztaltuk, tehát semmiben nem tudtunk volna belekötni. Tehát, mint hogyha egy műtőben lettünk volna, ahol minden steril és minden tiszta. Tehát egészen elképesztő tényleg, hogy milyen tisztaság van, úgyhogy tőlünk egészen biztos, hogy 10-es értékelést fognak kapni, a legmagasabb értékelést. Nos, ritkán lehet elmondani azt, hogy egy hely tökéletes, de erről a helyről elmondható ez. Tehát makulátlanul tiszta minden, nagyon kedvesek hozzánk, és tökéletes a reggelin és a kínálata, svédasztalos kínálata.